Köszöntöm nézőinket, önök a Bonyhádi Naplót látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Solymár Imre emléknapot tartottak a könyvtárban, Bátorfiné Dulf Anetta kiállítása nyílott meg, idén szeptember 16-án és 17-én tartották a kulturális örökség napjait, a Bonyhádi általános iskola névadójára Széchenyi Istvánra emlékeztek. Első alkalommal szervezett Solymár Imre emléknapot a Bonyhádi Könyvtár, az intézmény ezzel a programmal tisztelgett névadója előtt. Solymár Imre helytörténész 1947-ben született Bonyhádon. Középiskolai tanulmányait a bonyhádi Perczel Mór közgazdasági szakközépiskolában végezte. A számviteli főiskolán és a közgazdasági egyetemen szerzett diplomát. Banktisztviselőként, főkönyvelőként, közgazdászként dolgozott, ám reál szakmája ellenére korán kialakult helytörténeti és közéleti érdeklődése. Figyelme Bonyhád és a völgység értékeinek felkutatása felé fordult, és 3 évtizeden át foglalkozott helytörténeti munkákkal. Fiatalon 1997-ben hunyt el. 2001-ben a Bonyhádi Városi Könyvtár helytörténeti munkássága előtt tisztelegve felvette a Solymár Imre nevet. A könyvtár a napokban névadójára emlékezett. Idén jött az ötlet, hogy most első alkalommal tarthatnánk a névadónknak, Solymár Imrének egy emléknapot, hiszen eddig még erre nem került sor, és úgy láttuk, hogy más könyvtáraknál ez már bevett gyakorlat. Másrészt szeptemberben van a születésének az évfordulója, idén lenne 76 éves Solymár Imre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor ez alkalomból megemlékezzünk a mai napon róla. Az emléknapon a középiskolások játékos kvízvetélkedőn ismerhették meg Solymár Imre életét. Próbáltuk számukra érdekessé és maivá tenni ezt a kis csapatversenyt, úgyhogy állomásokon kellett nyomokat keresniük, egy kis nyomozós feladat volt, és minden állomáson egy Solymár Imrével kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk, ehhez kaptak segítséget, Solymár Imre életrajzát, illetve QR-kóddal be is olvashatták, úgyhogy a mobiljukon is Solymár Imre életrajzából kutakodhattak, és megtalálták ott a megoldásokat, és akkor mindig a következő nyom volt a feladat megoldása, így mehettek állomásról állomásra. A diákok nem csak helytörténeti munkásságát ismerhették meg, hanem azt is megtudhatták róla, hogy szerette a természetet, szívesen kirándult, túrázott, és többek között tagja volt a Völgység Turista Egyesületnek és a Mecsek Egyesületnek is. A fiatalok talán most találkoztak először nevével, de a településen sokan vannak, akik még személyesen is ismerték. Az idősebb generáció ismerte őt, hiszen 97-ben hunyt el, sajnos nagyon fiatalon, még 50 éves sem volt. És jár az a generáció, aki még ismerte és szerette őt, úgyhogy én szoktam anekdotákat is hallani róla itt a könyvtárban. Viszont vannak, sőt, inkább a középkorosztály sajnos már nem ismerte őt, és meg szokták kérdezni, igen, tehát gyakori kérdés nálunk, hogy hát miért Solymár Imréről nevezték el a könyvtárat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a mai nap erre is egy jó alkalom, hogy egy kicsit megismerjék az ő nevét és munkásságát, hogy ki is volt ő. A könyvtár kerekasztal beszélgetéssel várta az érdeklődőket és mindazokat, akik szerették és ismerték. Megkerestünk olyan embereket, akiket egyébként a felesége a ma is élő Solymár Imrénél ajánlott nekünk. Dr. Szőcs Zoltánt, aki vele együtt írt és alkotott helytörténeti munkát, Tóth István Zsoltot, aki szintén jó barátja is volt, ismerte, együtt túráztak, illetve Klebomics Miklóst, aki szintén a Turista Egyesület révén ismerte Solymár Imrét. Solymár Imre több mint 120 publikációt írt, és konferenciákon is rendszeres előadóként szerepelt. Kiemelten foglalkozott olyan témákkal, mint például a Cikói Ótemplom, megírta a Völgység irodalom történetét, és alapító tagja volt a Bonyhádi Honismereti körnek és a múzeumbarátok körének. A Bonyhádi Könyvtárban a Solymár Imre emlékszoba továbbra is őrzi emlékét.
Nem tanulta a festést, de szívesen alkot szabad idejében. Bátorfiné Dulf Anetta képeiből nyílt kiállítás Bonyhádon a könyvtárban. Bátorfiné Dulf Anetta festményeiből nyílt kiállítás a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban. A hobbi festő fotók, képek, videók alapján készíti alkotásait, másolatait. Érdeklődése a festészet iránt fiatal korában alakult ki. Gyerekkoromban is tudni lehetett, hogy hát van valami kézügyességem ezzel kapcsolatban, csak hát valahogy nem teljesedett ki a dolog. És úgymond a későbbiekben volt egyszer olyan alkalom, hogy ilyen 21-22 éves koromban festettem le egy, otthon a szüleim szobájában volt egy festmény a falon, vagy egy kép, tájkép, és én úgy gondoltam, hogy mondom, én ezt így lefestem. Akkor úgymond temperával dolgoztam, és amikor úgy lefestettem, akkor én úgy éreztem, hogy hát... Úgy néz ki, hogy ez van tehetségem. Anetta Cikónél falujában már több kiállítása is volt. Egyes után, akkor volt úgymond egy picit több időm ezzel foglalkozni, akkor készült egy több kép. Aztán ebből majd lett egy helyi kiállítás, úgymond falunapon, Cikói falunapon. Ott már úgymond az ötödik alkalom volt az idén, hogy ezt megrendezhettem. Nagyon sok ilyen visszajelzés jött, meg dicséret, meg ez egy picit így doppingolt, hogy visszajelzések, amit ugye felraktam internetes oldalra, hogy biztatások jöttek, meg ilyesmi, hogy miért nem foglalkozok ezzel többet. De hát úgymond munka mellett ez igen nehéz ezzel foglalkozni, hogy csak ezzel dolgozzak. Az alkotó nem tanulta a festészetet, akrélképeit fotók, videók alapján másolja. Szereti a fekete-fehéret is, de legszívesebben tájképeket fest. Úgy érzi, mivel alapvetően vidám természetű embernek tartja magát, hogy ezek a képek adják vissza legjobban a személyiségét. Hogyha bármilyen képet meglátok, vagy neten, vagy bárhol, az mindegy mekkora az a kép, és hogyha megtetszik, azt akkor lefestem, meg különböző ilyen kis videók alapján azokat is, a YouTube az mindig ugye küld ilyen ajánlatokat, és akkor ott nagyon sok mindent megtanultam már így az évek alatt, mert hogy visszatekintek a régi képeim közé, vagy a régi képeimhez, hogy amikor úgymond az elsőt megfestettem, vagy amikor 2008-ba festettem, és amit most festek, hogy azért én is látom a változást, hogy azért sokat fejlődtem, és mondjuk jó lenne ezt tovább fejleszteni, ezeket a dolgokat. Igazából nyitott vagyok mindenre, igazából csak tájkép lenne az, ami még tudok festeni, mert ilyen, hogy portrékat sajnos nem, bár nagyon szeretném azt is, de azt úgymond megtanulni kell, az már egy más kategória. Képeit eladásra készíti, és ő maga is sokat elajándékozott már. Nagyon jó érzés számára, ha alkotásai mások otthonát díszítik, vagy ha azokat ajándékként veszik meg, továbbadják, és ezzel vásárlói örömet szereznek szeretteiknek. Az alkotó szereti a hobbiát. A legnagyobb nehézséget inkább az okozza számára, hogy munka mellett időt tudjon szakítani elfoglaltságára. Az időt kell erre rászánnom, mert ugye anyuka is vagyok és feleség is, azért, hogyha a szabadnapom is lenne, akkor ugye a háztartást is vezetnem kell. De nyilván azért fordítok erre úgymond időt, hogy akkor egy délután csak ezzel, vagy csak erre fordítom az időmet, hogy akkor csak azzal foglalkozzak, hogy akkor azt megfestem, mert mindig van bennem, főleg, hogyha így látok dolgokat, meg ezek a kis videók, ahogy így jönnek,
akkor mindig úgy van bennem, hogy hú, ezt nagyon szeretném megfesteni. Csak hát mindig az időt várom, hogy akkor az mikor alkalmas erre. Szeretnék ezzel több időt foglalkozni meg, ha már adott ez a tehetség, akkor nem igazán szeretném ezt veszni, hagyni. Az alkotó legkedvesebb képét is megmutatta, amely saját otthonát díszíti. Bár a tél és a fekete színek az elmúlást idézik, a ház ablakain kiszűrődő ragyogó fény mégis azt üzeni számára, hogy szülei mindig vele maradnak, emlékük örökké élni fog. Bátor Finé Dulf Anetta kiállítása szeptember végéig látogatható a Bonyhádi Solymár Imre könyvtárban. Bonyhádon adtak interaktív koncertet a Budapesti Zenede Oktatási Centrum előadói. A helyi Vörös Marti Művelődési Háza a zenész közösség 30 helyszínes nemzetközi turnéjának volt a harmadik állomása. A Rock Legendák című előadás során olyan szerzők és együttesek dalai csendültek fel, mint Jimi Hendrix, a Hungária, a Queen vagy a P-Mobil. Idén szeptember 16-án és 17-én tartották idehaza a Kulturális Örökség napját. Ezen a hétvégén a Völgységi Múzeum szakértői konferenciát szerveztek a városban, ahol természetesen stábunk is jelen volt. Hagyományosan szeptember 3. hétvégéjén kerül megrendezésre országszerte a Kulturális Örökség napja, köztük Bonyhádon is. Így van, ez már több éve itt Bonyhádon is, de nem csak a városunkban, megyeszerte, sőt egész országban, hanem egész Európában, hiszen több mint 50 ország csatlakozik ilyenkor a Kulturális Örökség napja rendezvényekhez. Én nagyon örülök annak, hogy egy méltó helyszínen, egy épített örökségben, Petszemor honvédtábornok szülőházában tudjuk ezt a rendezvényt megtartani. Nagyon büszke vagyok az intézményünkre, a Völgységi Múzeumra, aki színvonalasabbnál színvonalasabb programokat szervez az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy így lesz ez a jövőben is a városunkban. A mai program is ilyen, örülök annak, hogy részesei lehettünk. Az eseménynek a 2021-ben teljes körűen felújított Petszemor honvédtábornok szülőháza, a Perccel Kúria adott otthont, amelyet a kormány rendeletében idén történelmi emlékei is nyilvánított, így is tisztelegve az épített örökségünk iránt érdeklődőknek. A kezdeményezés még 1984-ben indult Franciaországból, az eredeti cél pedig az volt, hogy hozzáférhetővé, ingyenesen megtekinthetővé tegyék az emlékhelyeket, műemlékeket a nyilvánosság számára. Az eseményt felkarolta az Európai Tanács, amely 1991-ben indította útjára saját rendezvénysorozatát Európai Örökségek Napok címmel, és felszólította az Európai Kulturális Egyezmény tagállamait, hogy csatlakozzanak és szervezzék meg hazájukban is minden évben az Európai Örökség Napokat. Mára ez a rendezvény a Baltikumtól a Balkánig, Izlandtól az Ibériai félszigetig 50 országban ünneplik minden szeptemberben, túllépve az Európai Unió határait is. Ehhez a programsorozathoz idén a Völgység Múzeum is becsatlakozott. Mi most három izgalmas előadással szólítjuk meg az érdeklődőket. Ugye egyrészt az 1956-os magyar emigrációról lesz egy szerintem rendkívül izgalmas előadás. Máté Zsolt kollégámtól, aki nemrég tért vissza az Egyesült Államokból, tehát friss és napra kész élményekkel és tudással és interjúkkal készült, illetve Vitári Zsolt pedig a Dél-Dunántúli németségnek a történetével a bonyhádi német közösséget, illetve a bonyhádi német közösség az Ungarndeutsche iránt érdeklődőket igyekszik megszólítani. A harmadik előadónkat és vendégünket pedig azt hiszem nem is kell külön bemutatni, dr. professzor András Falvi Bertalan pedig a bukovinai székelységnek a rendkívül egyedi és mai napig széles körben ápolt kultúrájáról fog beszélni. A múzeum igyekszik olyan modern technikai eszközökkel is megragadni a fiatalok figyelmét, hogy minél szélesebb körben tudják a kulturális értékeket terjeszteni a mai modern eszközök felhasználásával. Mi itt a Völgységi Múzeumban igyekszünk mindig újféle
módszerekkel, újféle technológiákkal egy kicsit lépést tartani. Most ugye a 21. században vagyunk, a következő évnek egy nagy projektje az lesz, hogy 3D rekonstrukciókat, illetve 3D modelleket fogunk készíteni részben a saját tárgyainkról, majd hogyha ezt tökéletesítettük, akkor a múzeumba került kölcsönzött tárgyakról, és ezáltal egy rendkívül sokrétű, rendkívül izgalmas és szerintem rendkívül modern és Bonyhádon még páratlan technológiával sikerül meglepni az érdeklődőket. A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének igazgatója a Nemzeti Szocialista Nevelő Otthonok Magyarországon című témakörben tartott lebilincselő előadást. Amikor ez a téma felmerül, akkor általában nem Magyarországgal szokták összekötni, hanem Németországgal. Ott létesültek ilyen intézmények, Adolf Hitler iskolák, nemzetpolitikai nevelőintézetek, az NSDAP rendvárai, melyeknek az volt a feladata, hogy a náci Németország jövője szempontjából nagyon fontos elitet kitermeljék. És hát ennek a mintájára valósultak meg a Magyarországon 1941-ben létrejött Német Ifjúság elnevezésű szervezet keretében, amely a Volksbund ifjúsági szervezete volt, a Nemzeti Szocialista Nevelő Otthonnak. A szakértő hozzátette, hogy ezek az intézmények az esetek többségében már meglévő iskolák mellé létesültek, mint kollégiumok, de a hagyományos funkción túlmenően egy komplex programot nyújtottak, ahol a délelőtti tanítást követően a délután folyamán erőteljes nevelési munka zajlott. Illetve volt két olyan létesítmény Budapesten és Szászrégenben, amelyek mint intézet működtek, amelyek gyakorlatilag mind az iskolai oktatást, mind pedig ezt a bentlakásos kollégiumi részt egybe öntötték, és ezek feleltek meg gyakorlatilag talán a legjobban a náci Németországban alkalmazott mintáknak. Arra vállalkoztam, hogy ennek a történetét, elhelyezkedését, a mindennapjait mutassam be itt a közönségnek. A Kulturális Örökség napjainak idei mottója a velünk élő örökségünk, ami ráirányítja a figyelmünket arra, hogy a műemlékeink, történeti épületeink, az életünk szerves részei, az identitásunkat alkotó elemei. Fennmaradásuk érdekében fontos a tiszteletük, ismeretük és gondozásuk. A Bonyhádi Általános Iskola névadójára Széchenyi Istvánra emlékeztek az ott dolgozók és tanulók. Az intézményben ez már hagyománynak számít, többek között ilyenkor díjazzák a legeredményesebb diákot, és az újonnan érkezett elsősöket is iskolapolgárrá avatják. Személyes példamutatásával megindította a később reformkornak elnevezett korszak változásait, és annak egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált. Névadójuk előtt tisztelektek csütörtökön a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Ennek már sok éves hagyománya van az intézmény falai között. A névadó Széchenyi István domborművét is megkoszorúzták, majd díjátadó következett. 232 évvel ezelőtt született Gróf Széchenyi Istvánra, iskolánk névadójára emlékezünk. Az intézmény 31 évvel ezelőtt vette fel a nevét, és az egész mai napot az ő emlékének szenteltük. Ma reggeli ünnepségen több fontos esemény történt. Először Gróf Széchenyi Istvánnak az életét és a legfontosabb gondolatait idéztük föl. Szőcs Dániel történelemszakos tanárkollégánk mondott egy összefoglaló beszédet. Kiosztottuk
adtuk a Széchenyi díjat, ezt Tuba Őrs kapta ebben az évben. Tuba Őrs népzenében, néptáncban is maradandót alkotott, és közösségi munkája is elismerésre méltó volt. Ő a legrangosabb városi elismerés a Völcsék Talentum díj mellett most megkapta a Széchenyi díjat, ezúton is gratulálunk neki. A legmeghatóbb pillanatok viszont még csak ez után következtek. Az első osztályosok ugyanis most estek át az itt hagyományos beavatási szertartáson. Megkapják a Széchenyit mintázó jelvényt, illetve elmondják a fogadalom szövegét, és így hivatalosan is a Széchenyi iskola diákjai lesznek. Az intézmény tehát csütörtökön újabb kispolgárokkal lett gazdagabb. Már a magam és a kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!